A Zsíros Akadémia kőbányával szemben két vereséggel maradt alul a nyíregyházi kosársuli, amely így a Pécs ellen folytathatta a helyosztó sorozatot. A baranyaiaknak zsúfolt volt a programjuk, így felajánlották, hogy mindkét mérkőzés a Szent Imre csarnokában legyen. A vendégeknek már az utazásuk is kalandosra sikeredett, egy baleset miatt késve érkeztek, így a hétfői meccs este 7-kor kezdődött. Azon a mérkőzésen 27, a KED délelőtti találkozón pedig 23 pontos győzelmet aratott az NKS a 7 kosarassal érkező Pécs U23-as csapat felett. Látszott egyébként az eredményeken, hogy nekik nagyon sok az utánpótláskorú játékos, még több, mint nekünk, és így szinte minden mérkőzésüket ilyen hasonló arányban bukták az utóbbi időben, és úgy gondolom, hogy ezzel nekünk tettek egy szívességet, hogy nem kellett Pécsig utaznunk. Igen, tehát hagyjuk, hasonlóra számítottunk, bár egy kicsit komolytalan lett itt a végén ez a játék, már mind a két csapatban kicsit szerintem meneváltan, fásultan tudta le ezt a második félidőt, de ez azért van, tehát ez azért egymás utáni két mérkőzés. A szezon végén távozó Dobó Lilla az első mérkőzésen 11, a másodikon pedig 21 ponttal vette ki részét a győzelemből. Az elején mindkét csapat próbálta megtalálni azt, hogy hol tudná felülmúlni a másikat. Váltottunk zónavédekezéseket, 1-2-2-t, 1-2-3-at és az emberfogást, és a második fél időre mindkét meccsen sikerült felülrölni a Pécset. A második meccsen sokkal jobban dobtak kintről, igazából ez adta meg a meccsnek az alapját, és ahogy ők elfogytak, úgymond, mert hogy kevesen is voltak, meg mi ki tudtuk használni a magas emberénket, így alakult ki a különbség. A nyíregyháziak a folytatásban a Zalaegerszeggel játszanak a 13.-14. hely eldöntéséért. Az utolsó négy mérkőzésünkön egy ilyen Sopron Zsíros Akadémia Pécs Zalaegerszeg négyessel találkoztunk, ami azért úgy gondolom, mint az év végére, főleg itt, hogy érettségiző gyerekek vannak, azért az egyetemen is ugye záróvizsgák vannak, ZH-kat írnak és vizsgáznak, tehát kicsit ez így húzós, hát meglátjuk. Most megpróbálunk még két alkalommal, tehát két időpontban megállapodni az ellenfél, aztán meglátjuk, hogy jövünk ki belőle. Reméljük, hogy hasonló. Jó, ha nem, akkor ugyanúgy játszunk két mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a 13-14 helyen játszunk, az egy szép teljesítmény. Itt évvelején azért ezt már borítékoltuk volna, hogyha nekünk ezt mondja valaki, amikor ott alakulóban volt a csapat. Szépen összeérett a csapat az év végére, és aztán meglátjuk, hogy most 13 vagy 14 lesz. A két mérkőzést követően Dobó Lilla elutazik az U20-as válogatott székesfehérvári edzőtáborába. A nemzeti együttes ugyanis elkezdi a felkészülést a nyári litvániai Európa-bajnokságra.